készül, ez nem az a műfaj. Ja. Tehát az a másik. De most nem a rúd lesz itt, ahol így utána, így nem. Ez nem. Kézből kezdhetem. Tudok. Felveszik a házból. Három! Mondd, hogy mi? Petra! A kis szöglet, hogy te is megélsz, lassan mondom. De légy szíves. Nem az, amikor így rögtön így beíveled, hanem itt fogsz állni, és neked passzolni, és akkor te fogod elvégezni. És nekem tudok passzolni, csak kérdezem. Hát én igen, nem, én rúgom, nem te rúgod nekem, hanem én neked. Ja. Rúgni tudok? Majd csak kérdés, hogy hova. Majd megmutatjuk, hogy hogy tud passzolni. Én itt állok, akkor oda megy. Van egy témánk, amit Petra tud, hogy ezt ő fogja felvezetni, a les. Igen, ezt egyszer nekem elmagyarázták a csajokkal, meg shoppingolással, meg minden, és akkor értettem meg. Na, annyi a lényeg focipályán, hogy amikor a támadó játékos az előbbre van, mint a másik csapatból a védő, akkor az les. Így van. Most a legutóbbi meccsen is a németek ellen a barátságos mérkőzésen volt egy nagyon durva helyzet, amikor a Balázs beívett a Szalai Ádámnak, és az is lesen volt. Igen. Nem is ment be, úgyhogy nem volt akkor a szívfájdalom legalább. Szerény. Néha nem sikerül neki. Hát van ilyen. Ahogy mi az az előnyszabály, azt most a művésznő már is elmondja. Akkor ez olyan az előnyszabály egyébként, hogy így, amikor vannak ezek a nagy akciók, tudod, és így mint fekete, péntek, és hogy az emberek mennek, hiába az utaként fel téged. Hát azért, hogy nyilván nem nyújt utána, hogy elenged szépen, hogy kifizessem, és majd utána, amikor kifizettem, akkor kapok egy óriási felet. Pontosan? Hát amikor a bíró lát valami szabálytalanságot, de engedik, hogy tovább menjen a játék. De azért, mert a szabálytalanság az a támadó csapatnak a csapatában történt. És emiatt engedi tovább. Hát meglátják, hogy mi lesz belőle. Ennyi. Mi az a panyenkázás? Szerintem szlovák étel. Az, na hát nem? Én is ettől féltem, itt a haja végén szőke. Csak befestettük, hogy ne tűnjön fel elsőre, de hát amint megszólal, már látjuk. Tényleg, hát ilyen, de milyen a vége életem? Hát, nem tudom annyira pontosan elmondani, de a panyenkázás, az a hanyag 11-es, talán így lehetne megszólalmazni. Hát, melyik focista barátodtól? Hát a monogramját tudom elmondani, anyukád, jól van? Na, elmondom. Szóval a hanyag 11-es, amikor így csak így nem emel alá, hanem így megvárja... Utazsa lábaddal, hogy nem emel alá? Így nem emel alá, hanem így megvárja, amíg a kapus eldől valami kirányú, és így hanyagul bevárja. Erre rugod, ide rugod? Azt én nem tudom, talán. Hát de baszki, akkor hogy dőlj? Dőlj erre, az a lényeg. Azt fejbe rúgok. Mehet? Hülye vagy? Majdnem fejbe rúgtál? Szurkolom nektek, srácok. Vége!